Városunkban több ezer diák számára szólt az első tanítási nap reggelén a csengő. Kivágyakozva, kivonakodva vette elő a szekrény mélyéről az iskolatáskáját, íróeszközeit. A Maklári Lajos Énektagozatos Általános Közép- és Zeneiskola 503 fővel, köztük 46 elsőssel indította a tanévet. A kettes számú általános iskola 496 fővel, 46 elsőssel, a Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola 378 fővel, 43 elsőssel, a Nánás Jólá Mihály Általános Iskola és Szakiskola 413 fővel és 38 elsőssel, a Bocskai István Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 301 fővel, 40 elsőssel, a Református Általános Iskola 73 fővel, 12 elsőssel, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 863 fővel, 154 elsőssel, a Csiha Győző Szakmunkás Képző és Szakközépiskola 840 fővel, köztük 233 elsőévessel indította a tanévet. Kedves fiatalok, ha nagyon el vagytok keseredve, gondoljatok arra, még egy évvel kevesebb lesz, jövőre. Jó tanulást és sok sikert kívánunk nektek! A Hajdú-Bihar megyei falunap rendezvénysorozat keretében augusztus 25-én a Magyar Szocialista Párt Hajdunánás Városi Szervezete találkozót szervezett a Teke Klubban, ahol időszerű országos és helyi politikai, gazdaságpolitikai kérdésekről beszélgethettek az érdeklődők. Kérdéseiket Burány Sándor közgazdászhoz intézhették, aki a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójának, az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának, valamint az Európai Integráció ügyeivel foglalkozó albizottságának tagja. A megyei falunap rendezvényei Balmazújvároson folytatódtak, ahol a 17 órától kezdődő fórumon Kovács László elnök, Szili Katalin elnök helyettes és Meggyesi Péter miniszterelnök jelölt tájékoztatta az érdeklődőket. Augusztus 22-én városunkban a Hajdunánás Prompt 23 SC meghívásának elegettéve a bajnok Dunafer ese játszott barátságos edzőmérkőzést. A hazai lányok az első fél időben hozták a formájukat, később azonban a nagyobb tudású és erőnlétű vendégek játéka bizonyult eredményesebbnek. A mérkőzés 13-20-as fél idő után 22-41-es végeredménnyel zárult. Gratulálunk a bajnokoknak, és nagy öröm volt számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat. Külön szenzáció, hogy a világ legjobbjának, Bojana Radulovicsnak a játékában is gyönyörködhettünk. Hogyan kellene, hogyan lehetne meggazdagodni? Mit tegyünk, ha bombajó vállalkozásokba nem kezdhetünk, tisztességtelen eszközökhöz, pedig eszünk ágában sincs folyamodni? Hogyan lehetne mégis meggazdagodni? Ezen töprengünk a zsúfolt autóbuszon, majd pedig munkahelyünkön is elég gyakran. Nagy fröccs mellett a sarki poharazóban, sőt, a hitvesi ágyban is. Sült galambra nyilván nem várhatunk. Mi más marad hát? Lottózunk, totózunk, lóversenyre járunk, kaparós sorsegyet vásárolunk. Ezt a hajdunánásiak néhány hét óta új helyen tehetik. Régi álmunk teljesült akkor, amikor a lottózót az emeletről, a régi helyéről egy új helyre költöztethettük. Egyrészt a játékosaink színvonalasabb kiszolgálása érdekében, modernebb környezetben, tágasabb helységben, másrészt az idős és mozgásában korlátozott emberek részére is szerettük volna, hogy elérhetőek legyenek játékaink. Ön hogy gondolja, milyen a hajdunánásiak játékos kedve? A hajdunánásiak nem kevésbé játékos kedvűek, mint az ország bármely részében, szeretnek játszani, játszanak is, és nyernek is. Volt már itt 80 millió forintos nyeremény, sőt volt olyan is, hogy egy ötös lottó szelvényen egyszerre négy találatost értek el. Milyen típusú játékokat játszhatnak itt? Gyakorlatilag a szerencsejáték érték kínálatának teljes skáláját, a lottójátékokat, ötös lottót, hatos lottót, hetes lottót, vagy más néven skandináv lottót, a fogadásokat, totót, tipmixet és a kenójátékot is, és ezen kívül kaparós sorsjegyeinket is meg lehet vásárolni. A 10 éves évforduló alkalmával készülnek-e valamilyen meglepetéssel? Igen, szeretnénk egy új játékkal meglepni játékosainkat. Az új játék szeptember 17-től indult, én többet nem mondanék róla, keressék a lottózókba, érdeklődjenek róla.
Veres István igazgató megnyitó beszédét, dr. Éles András polgármester, majd Debreceni Anikó, a lottózó dolgozója köszönte meg, és egy ajándék golyóderbi sorsjeggyel a jelenlévők rögtön megkísérhették Fortunát. Városunk vezetőjét még az a megtiszteltetés is érte, hogy ő küldhette játékba az első lottószelvényt. A szerencsejátékok hivatalos és így legális bevezetése hazánkban nem kisebb ember nevéhez fűződik, mint Mária Terézia. És igaz, hogy Ferenc József császár az első világháború kitörése előtt betiltatta, de 1957 márciusa óta újra él az a 18. századi lottószabályzatban található állítás, miszerint ha egy valakinek nyereségre könnyű reménysége vagyon, és szerencséjét próbálni akarja, szabadságában áll, valahány numerusok néki tetszenek. Nosza rajta, szerencse fel! Hófehér abroszokkal leterített hosszú asztalsor, kellemes hangulatot keltő zene, vidám, boldog, mosolygó emberek, mennyei illatok, és izgatott gyerekzsivaj fogadott bennünket megérkezésünkkor. Elkezdődött ugyanis a játékos ügyességé vetélkedő a Csiha Győző utcában lakó gyerekek és barátaik részvételével, melyel végső búcsút vehettek az idei nyári szünidőtől. Honnan jött az ötlet, hogy mutcabált rendezzenek? Van-e valami különleges apropója? Hát ez egy nyárbúcsúztató mutcabál, mivel hogy utolsó hétvége az iskola előtt, és a szomszédokkal összeültünk, beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy ez az utolsó hétvége lesz az, amikor megrendezzük ezt az utcabált. A szervezési feladatok hogyan oszlottak meg? Hát itt sokan segítettek a szervezésbe, a szomszédok is, hölgyek is, urak is, mindenkinek volt valami feladata. Például az asszonyok krumplit hámozták, a férfiak főzést készítették elő, hagymát pucoltak, vágták, gyerekek terítettek, segítettek a székeket, asztalokat hordani. Kik főznek? A főzést az a két szomszéd vállalta, Pálóci Gábor, ő a marhapörköltet készíti, és Kónya László, ő pedig a sertéspörköltet. A zenészek ismerősek útján jutottak el hozzánk, Ádám Sándor és Anda Mihály. Van-e valamilyen program ezen a mai délutánon? Hát ezen a mai délutánon inkább csak a gyerekeknek van program szervezve. A szervező az Martoné Botján Katalin, ő erről többet tud mondani. Gyorsan, egyszerűen, finoman. Hogy hogyan lehetséges e három összeegyeztethetetlen jellemzőnek eleget tenni? Íme a recept. Végy két isteni szakácsot. Mi fő ebben a cücsben? Sertéspörkölt. Hány kiló húsból? 40. Hányan fogják ezt megenni? 60-70 fő. Hát ennyi le. Szokott ilyen nagy tételben főzni? Sűrűn, igen. Sűrűn. És mi a vélemény a fősztjéről? Biztos jó, megkérik sűrűn. És önnek hogy ízlik a saját fősztje? Ízlik. Családnak is? Igen. Ezért most el is jöttek, vagyunk 20. Mennyien leszünk? 21-en? 21-en. Ez igen, akkor jó étvágyat és további jó munkát kívánok. És ebben az üstben mi fő? Marha pörkölt. És ön szokott ilyen nagy tételben főzni? Igen, ritkán. Hányan fogják ezt megenni? Szerintem vagy 70-en. Kicsik, nagyok, egyaránt aktív résztvevői voltak a délutánnak. Ki a lufi borotvát vette a kezébe, ki a szalvétákat. Hogy jöttél most erre a rendezvényre? Meghívtak. Ismerőseitek laknak itt? Igen. Úgy hallottam, hogy marha és sertéspörkölt a menü. Mit fogtok választani? Sertéspörkölt. Te ebben az utcában laksz? Igen. Akkor te is nagyon nagy melbedobásra részt vettél ebben a szervezésben. Úgy látom, most is dolgozol. Mit csináltok éppen? Szalvétát rakunk a tányérokhoz. Ti végzitek az egész terítést? Nem. Csak a szalvétát. Részt vettél a játékokban? Igen. És miben? A lakvárevő versenyben, lufi fújó verseny, és a borotválni kellett a lufit. És milyen eredménnyel? És második eredménnyel. Kaptál-e valamilyen jutalmat? Csoki. És már meg is etted, elfogyott? Még nem, a hűtőbe raktam, hogy nehogy elolvadjon. Vacsora után kell az édességet. Mit fogsz enni? Sertéspörköltet, krumplival. A játék ötlete egy szülinapi buli visszhangjaként indult. A boldog anyuka most néhány percre egy osztályi gyermek irányítójává válhatott. Úgy tudom, ön volt a gyermekprogramok felelőse. Milyen műsorszámokkal várták a gyerekeket?
Főleg versenyjátékokkal, tehát ügyességi játékokkal, ami egyáltalán a versenyszellemet egy kicsit fokozza, meg egy kicsit be lehetett őket indítani ezen a vonalon. Mik voltak ezek a játék? Hát légionfújó verseny volt, akkor patogott a kukoricát fel kellett felfűzni időre, akkor léggömb borotváló verseny, és akkor hát a klasszikus, a lekvár etetési verseny. Ügyességi versenyszámok között? Igen, a kosárlabda, tehát kosárlabdával kellett dobálni háromból, aki egyet vagy kettőt eltalált, aki többet eltalált. Milyen díjakat kaptak a gyerekek? Hát csokoládét gyöntetően, mindenki csokoládét, mert végül is itt most azt hiszem, hogy arról szólt ez az egész, hogy az utca összejöjjön, mindenki együtt játszon, együtt éljék ezt a napot, együtt legyenek. Milyen volt a gyerekek versenykedve? Fantasztikus. Elég sokan részt vett. Igen, sokan. Milyen korosztály vett inkább részt? Vegyes. Inkább olyan általános iskola alsó tagozat, hogyha így lehet fogalmazni, akkor ők, meg a kicsik, ők. Elidegenedő világunkban egyre ritkább a kedves mosoly, az akár néhány perces beszélgetés a szomszédainkkal. Reggeltől estig a megélhetésünket jelentő pénz a munka után loholunk. Hazaérve bezárkózunk, és nem mutatunk ajtót senkinek. Kényelmesebb? Lehet. Kevesebb energiát veszel tőlünk? Egészen biztos. De az életünk így egy idő után egy mókuskerékhez hasonlít. Fontosak a kapcsolatok. Egy jó beszélgetés, apró viccelődések, a bármikor segítségül hívható közeli jó ismerősök, a tudat, hogy számítok valakinek, és rám is számíthatnak, néha több energiát ad, mintha egy drága jóga tanfolyamra vagy relaxációs foglalkozásra járnánk. Arra is szükség van. De a leggyorsabb és a legtartósabb segítség az ilyen kapcsolatokban van. Legyen benne részük! A hajdunálási Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállító termében augusztus 23-án 17 órától nyílt Fekete Imréné szőnyegszövő kiállítása. Mesterségéről, művészetéről, alkotásairól Mónus Imre, a Hajdúböszörményi Levéltár igazgatója tájékoztatta az egybegyűlteket. A szőnyegkészítés ősi mesterség. Tébából, az időszámításunk előtt második évezredből származó falfestmények a szőnyegszövést is ábrázolják. Az időszámításunk előtt 8.-5. századi szíriai, kisázsiai és perzsa szobrokon, valamint metszett köveken szőnyegeket és azoknak készítőjét láthatjuk. A bizánci művészet a szőnyegre, mint a lakás leghatásosabb díszére a legnagyobb gondot fordította. A középkor óta a szőnyeg valamennyi nyugat-európai népnél a lakás nélkülözhetetlen kelléke. A szőnyeg előállításnál használt anyagok közül a gyapjú, pamut, selyem és a fémszál a legfontosabbak. Az előállítás technikája szerint a szőnyeg lehet csomózott, kézzel szövött és szövőszéken készült. Megkülönböztetünk keleti és európai szőnyegeket. Fekete Imréné hosszú évek óta foglalkozik szőnyegek szövésével. A Hajdúböszörményi Művelődési Központban a szövőszakkör vezetője is volt. Csodálatos szépségű szőnyegeit most Hajdunánáson is megtekinthetik az érdeklődők szeptember 6-áig. Fantasztikus dolognak tartom, hogy iskola után van hova összegyűlni a fiatalságnak, jókat beszélgethetnek, közben elfelejthetik a napi fáradalmakat, vagy ha éppen tájékozódni szeretnének a világ nagy dolgairól, az interneten keresztül ezt is megtehetik. Az Egyesület még nem régen alakult meg, így sokan még nem tudják, miért is jött létre, és mi a célja, feladata. Hogyan és mikor jött létre ez az Egyesület, és milyen céllal? Az Okkal Másokkal Ifjúság Egyesület 1998. február 13-án tartott alakulógyűlésén. Ennek előzményeképpen talán elmondható az, hogy szerintem ilyen volt az, aki kezdeményezte ezt az egész dolgot, hiszen koncertszervezőként dolgoztam egy klubban, és ott rengeteget beszélgettünk fiatalokkal arról, mi lenne, hogy esetleg egy saját klubunk lenne, saját magunk szerveznék programokat. És 98-ban volt az a városnak a legelőször ifjúsági referense, Csúlya Zsuzsi, akinek segítségével alapítottuk meg az Egyesületet, hiszen ezt egy jogi formának kell tönteni. Tehát február 13-án megtartottuk az alakulógyűlésünkön, itt fogalmaztuk meg az alapszabályt. Az alapszabályban több olyan dolog van, ami jelenleg is dolgozunk rajta, ilyen a hagyományőrzés, sport és szabadulás programok szervezése, kulturális és tevékenységek,
érdekképviselet, tanácsadás, ezeket még ma is ugyanolyan fontosnak tartjuk, ezeket próbáljuk megvalósítani gyakorlatilag ma az ifjúsági házban. Székhelyetek a Süsfelnap ifjúsági ház és moziban található. Miért pont itt? Egy picit talán előrébb datálódik magától a épületnek az elfoglalás vagy megkapásától. Szóval megfogalmazott ez a gondolat, illetve létrejött az egyesület, és aztán dolgoztunk. Itt voltak programok, és folyamatosan azzal a problémával szembesültünk, hogy nincs igazából helye az egyesületnek. És akkor elkezdtünk mi mindenféle ilyen utóbbiákat kidolgozni, hogy hol lehetne az egyesületnek a dolgait megvalósítani, és akkor adult az az alkalom, hogy a mozi bezárt gyakorlatilag, mint mozi, és akkor kaptunk egy lehetőséget, hogy kidolgozzuk egy koncepciót, és mi ezt egy ifjúsági ház koncepcióként valósítottuk meg. Ezt az önkormányzat elé nyújtottuk, az önkormányzat elfogadta, és megkaptuk a lehetőséget arra, hogy próbáljunk ebbe a épületbe valamit csinálni. Maga az épületbe, mi amit elképzeltünk, az tisztán látszott, hogy a mozi, mint épület magában, illetve mint funkció, az nem lehet magába fenntartani az épületben, hiszen pontosan ezért zárták be a mozit, mert nem volt nyereséges, illetve látszott az, hogy Hajdú-Biharban 2-3 működő mozi van jelen pillanatban is. És akkor mi azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk több funkcióval ellátni ezt az épületet. Az egyik egy információs iroda volt, amelyiket már sikerült is létrehozni, illetve egy olyan szórakozó hely a mozinak az aulájában, ami füst- és alkoholmentes, ez is egy új koncepció volt. Ez is gyakorlatilag most már azt mondhatjuk, hogy lassan megvalósul. Az Okkal Másokkal ifjúsági szervezet egy non-profit szervezet. Mit is jelent ez tulajdonképpen? A non-profitság az azt jelenti, hogy a szervezetünk ugyanolyan bevételi forrásokkal rendelkezik, mint minden más szervezet, csak a bevételeket azt a különböző programok, illetve rendezvényekre fordítjuk vissza, illetve most már a ifjúsági ház működtetésére, és mindez hozzátartozik az, hogy az egyesület vezetősége, tagsága ebből a bevételi forrásból anyagi javakat nem kap. Tehát mi ezt öntevékenyen végezzük, minden olyan rendezvény, szervezés, programok megvalósítását, amelyeket az ifjúsági házban szeretnénk megvalósítani. Szó volt a programokra. Van-e előre megírt programistátok, vagy csak is spontán jön le ezek az ötletek? Az egyesületnek van egy szűkebb vezetői köre, illetve egy öttagú olyan csoport, aki alapjában véve irányítja az egyesületnek az életét. De ez van egy olyan, ettől egy kicsit bővebb csoport, aki folyamatosan részt vesz az egyesület programjának a kialakításában, és hát itt igazából mindig általában úgy működik, hogy van egy ötlet, amit megbeszélünk, hogy ez beleillik-e az egyesületnek a profiljába, és akkor megpróbáljuk közösen kibontani. Általában ez a verzió működik. Én azt hiszem, még azt talán elmondhatjuk, hogy idén májusban volt egy ilyen kerekasztal megbeszélés Valásban működő iskolák és iskolában működő diákénkormányzatok, illetve intézmények számára. Ekkor fogalmazódott meg az, hogy az új tanév kezdetén újra jöjjünk össze egy munka megbeszélésre. Ez most jövő pénteken fog megtörténni. Ennek célja az, hogy összehangoljuk az iskolák, diák önkormányzatok programját az ifjúsági házival, segítséget nyújtsunk egymásnak, illetve vagy az egyesületnek nincsen fix bevételi forrása, így nem is nagyon tud konkrét programokat előre nagyon kidolgozni, de amit az iskolák hoznak ötletként, abban nagyon szívesen részt veszünk, illetve azt várnánk el, mint minden alulról működő szervezet, hogy az iskolák, vagy esetleg magánszemélyek, amelyeknál már volt példa is, hogy bejönnek, elmondják, hogy milyen ötletük van, miben mennének szívesen részt, mit csinálnak gyakorlatilag, vagy segítségünkkel, és akkor ezt közösen megcsináljuk. Ilyen volt ez például, hogyha most visszatekintünk, idén júniusban volt egy lányzónak, akinek a neve Magyar Zsuzsanna, ő neki volt az ötlete, hogy csináljunk egy ilyen amatőr táncshowt. És ez 3 hónapos előkészület után, június közepén történt, kb. 50 táncos részvételem és kb. 150 néző részvételében. És ez abszolút először az egész történet, hogy neki volt egy ötlet, ezt szívesen megcsinálnám, segítsünk neki, és ez működött. Tehát bármikor, hogyha valakinek valami hasonlót, tehát bejön és elmondja, mi az, amit szeretne csinálni, akkor mi megpróbálunk ebben segíteni.
Csak az ifjúsági házban, vagy hol vagy honnan tájékozódhatnak a lakosok a ti programotokról? Hát elég sok szóra olyan kimegy a városban, de tapasztalunk egyfajta érdektelenséget. Az látszik, hogy olyan mennyiségű információ árasztják el a lakosságot mindenféle szólapokkal, hogy az emberek automatikusan szelektálnak, szóval nem nagyon veszik már azt figyelembe, hogyha valamit bedobnak a postaládájukba. Éppen ezért mi igyekszünk hangsúlyt helyezni arra, hogy ha valaki bejön a ifjúsági házba, akkor maximálisan próbáljuk legalábbis az információval kapcsolatos igényeit kielégíteni. Bármiről, ami az egyesülettel kapcsolatos, szívesen állunk rendelkezésére, illetve azt is el szeretnénk mondani, hogy maga az információs irodának a lényeg is az lenne, hogyha bejön egy problémával, és ő azt mondja, hogy neki van egy ilyen probléma, nem tudja, hogy hol lehet a dolgot megcsinálni, vagy hol lehet elintézni. Tehát, hogy mi sem fogjuk abban a pillanatban tudni megmondani, de azt mondjuk, hogy jöjjön vissza a következő nap, és addig mi a saját rendszerünkben, hálózaton belül azokkal, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, megpróbáljuk azokat az információkat elérni, ami esetleg az ő számára nehéz lehet. Megvalósult-e a koncepció? Hogy érzitek? Milyen visszajelzést kaptok a környezetetekből? Most azt mondani, hogy azt a koncepciót, amit mi kidolgoztunk ifjúságiház koncepció néven, azt most így egyenesben kimondani, hogy ez megvalósult. Én azt gondolom, hogy egy kicsit utopisztikus dolog lenne. Nem is így kell ezt nézni, hiszen ez egy hosszú távú folyamatnak kell lenni. Én azt gondolom, elindultunk, jó irányba haladunk egy olyan dologban, amely egyrészt mi számunkra is fontos, de azt gondolom, hogy a város számára is fontos dolgokat hordoz. Az látszik, hogy ami meg van fogalmazva a koncepcióban, azok a dolgok elindultak. Ilyen volt a információs iroda, ez már áll és működik. Most szeptemberben fogunk belépni egy országos hálózatba, ez a HAIKO. Ez egy minőségbiztosítási rendszer lesz gyakorlatilag. Aztán a kávézó, ami egy sarkalatos pontja volt ennek a koncepciónak, azt hiszem, hogy ezzel szenvedünk a legtöbbet talán. De hát igyekszünk. Szóval mi, amit kérünk a gyerekektől, azt, hogy mondják el a véleményüket, és próbálunk. Azt nem lehet elvárni ettől a csapattól, hogy megálmodja. És mondjuk egy másik nehézség, ami dolog van ebben, hogy ha még oda is jönnek, és elmondják. Kiderül, hogy nekik van igényük. Ők elmondják, hogy van igényük erre, meg erre, megcsináljuk, és lám-lám, abban a pillanatban senki nem jön el arra a rendezvényre, vagy csak nagyon kevesen. Ez is egyfajta zsákutca. A másik dolog az, hogy mi valamilyen szinten ebben laikusak vagyunk. Próbálunk dolgokat csinálni, nagyon sokat téveztünk és hibázunk közben. Ezt be kell látni, ez azt hiszem, hogy teljesen normális dolog. És gyakorlatilag ami másik, azt gondolom, hogy nehézségünk, hogy mint kiderült, gyakorlatilag ilyen fajta ifjúsági házkoncepció sem a megyében, sem a régióban nincsen. És még talán nagyon, nagyon nagy körzetben sem igazán. Beszéltünk illetékesen, azt mondta, hogy egy kézen meg lehetne számolni, hogy hány ifjúsági ház próbál működni ma Magyarországon. Nem lehet lehívni információkat, nem lehet tapasztalatokat kérni senkitől. Valamilyen szinten úttörők vagyunk ebben a dologban. Ezt talán ki is kellene használni majd ennek az egyesületnek. De hát nem könnyű dolog ezt elkezdeni. Akik utánunk fognak esetleg jönni, azoknak ebből okulva talán kicsit könnyebb lesz. Én még ezt talán annyit fűznék hozzá, hogy folyamatosan próbáljuk a kávézón belül, tehát épületen belül szondázni az ott lévőket. Erről hoztunk létre egy interaktív vendégkönyvet, amely arról szól, hogy beírják a ott lévők azokat a problémákat, ötleteket, javaslatokat, amit ők fontosnak tartanak. Mi erre szintén válaszolunk, illetve gyakorlatilag egymás között is üzengethetnek a kávézóba járó fiatalok. Illetve hát ebből megpróbáljuk kiszűrni azokat a dolgokat, ami fontos. Én azt hiszem abból is, és az egyesületen belül is ugyanaz látszik, hogy még gondolatok terén, tehát gondolatok még csak vannak is, de hogyha arról szól a történet, hogy ezeket meg is kellene valósítani, és ebben részt kéne menni, akkor ez a dolog már hamarabb elcsúszik. És ez szomorú, és ebben nagyon hiszünk abban, hogy nagyon sokat segíthetnek majd a pedagógusok ebben, illetve a szülők otthon, hogy kicsit segítsenek helyesileg terelni a gyerekeket. És én még talán szeretnék valamit megemlíteni. Azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor türelmetlenek vagyunk. Ez egy teljesen újfajta dolog, ahol bejön egy fiatal és elmondhatja a véleményét, meghallgatják, és igyekszünk a dolgot megvalósítani. Az emberek nincsenek ehhez hozzászokva. Ezt fel kell fogni. Mi azt gondoltuk, hogy mi csinálunk egy jó dolgot, és akkor az elején, hogy itt majd rohamok fognak bennünket elérni, és akkor itt dőlni fognak az emberek, és látják. Mert mi hiszünk ebben, hogy ezek fontos és jó dolgok. Azt viszont látni kell, hogy ez nem így működik.
az embernek rengeteg lehetősége van arra, hogy más dolgot csináljanak, és ez úgy látszik, hogy nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez fontos dolog a város számára, illetve a itt élő fiatalok számára. Másik dolog, talán az előzőből, ami kicsit a gondolataink közül kimaradt, itt hordozunk, magára az ifjúsági házról hordozunk egy nagy súlyt magunkkal, ez a mozi. Az látszik, hogy a mozira egy igen komoly rekonstrukció ráférne. Folyamatosan attól szenvedünk, hogy hol elmegy az áram, hol mindig van valamiféle probléma. Maga az Egyesület egyrészt kap egyfajta összeget az önkormányzattól, de ez teljesen tisztán látszik, hogyha megnézzük a számokat, azokat a számokat, ami puszta szám és mindentől érzelemtől független, hogy ez az összeg borzasztóan kevés egy ilyen háznak a fenntartására, főleg úgy, hogy folyamatos rekonstrukciót igényel a mozi, gépészet, hangtechnika, minden egyéb. Mi belementünk egy ilyen, talán csapdának nevezhetném, hogy elkezdtük mi saját pénzünkből ezeket a dolgokat reparálni, és iszonyatos összegeket emészt föl ez a dolog, és most ott tartunk, hogy igaz, hogy az évünk nagyon jól sikerült, nagyon sok pályázatot nyerünk, de ezek a pályázatok mindegyik programfüggő, szóval a programokat meg kell belőle csinálni. Magára a fenntartása, illetve a működtetése nagyon kevés pályázatot írnak ki. És az látszik, hogy ez egy ilyen görgetünk magunk előtt, hogy folyamatosan egy ilyen adósság dolgot, aminek a 99%-a, vagy talán azt látom, 100%-a magának a mozinak az üzemeltetéséből ered. És ezt nagyon végig kell majd gondolni, hiszen mi vállaltuk a koncepcióban azt, hogy a mozi funkciót nem engedjük megszűnni, de az látszik, hogy ezekkel a feltételekkel nem igazából fog működni, valahol ebbe bele fogunk fáradni, és én azt látom, és ezt sajnálom, hogy közben az ifjúsági dolgoknak a rovására megy ez a dolog, és azt hiszem, ez a fő probléma. Azt, hogy most van adósság, vagy nincs adósság, ez is fontos, de igazából a komoly probléma az, hogy az energiákat és az ambíciókat ez elviszi az ifjúsági munkaterére. Hogyan fogadták a fiatalok ezt az egész dolgot itt a városban, és mi az egyéni tapasztalatotok? Hogy mondjam, nagy várakozás előzte meg az egész történetet. Ami igazából mély gondolatokat hagyott bennünk, a kávézó megnyitás és avval kapcsolatos tapasztalatok. Mi úgy gondoltuk, hogy a kávézó ez abszolút arra fog szólni, ez egy abszolút hiánypótló dolog, hogy suli után be lehet ülni beszélgetni, esetleg ebéd helyett megenni egy hamburgert, egy kólát meginni, ami tanuláshoz, vagy bármilyen szükséges információ interneten hozzáférni, vagy lefénymásolni, bármi, ez itt egy helyben megtörténik, és különben hasznosan és kellemesen el lehet tölteni az időt. Eljött viszont egészen más dolog alakult ki, én abban bízom, hogy ez inkább annak köszönhet, hogy a nyári szünet pont akkor indul. Elég fiatal gyerekek, 13-14-15 éves gyerekek, járogattak benn. Valószínűleg ez azért is van, mert a csocsóval bilyen játékgépek miatt ők ebben töltötték a szabadidőjüket. De én legmészebb álmomra sem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag egy rendész kell beállítani a kávézóba, hogy ne verjék szét a biliárdákot, meg nem molesztálják a pótos nénit, meg a vécét leszedjék szét nap mint nap, meg ezt hasonló. De gyakorlatilag a nyár abban telt, hogy igyekeztünk megóvni az egész épületet attól, hogy leszedjék szét, és valamilyen, hát hogy kávézó hangulat uralkodjon, azt nem merném mondani. Egyáltalán, hogy le lehessen ülni valamilyen szinten és nyugodtan enni. Ez most már iskola kezdésével szerintem most már megoldott ez a probléma. Ők a fiatal korosztály, szerintem ők az, akik leghamarabb hozzanak minden ilyen új dologra. Bízom benne, hogy és ezért van az akció is, amit most szerveztünk, ezt elfelejtettem mondani, hogy a végzős diákok számára szeretném megkönnyíteni ezt az élet abban, hogy az első hónapban 21 kedvezménnyel vernek igénybe internet, azt használhatott a kávézót, a mozit, tehát megpróbáljuk őket beszogatni, és megpróbáljuk nekik igazából helyet teremteni. Ebben nem szorítjuk ki nyilván a fiatalokon, de egy vegyesebb korosztálynak helyet adni. Az iskolák részéről azért is jött le ez a kerekasztal megbeszélés, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot. Én gondolom, a tanárok leterheltsége és az a bizonyos stabilis program szervező státusz még nagyon hiányzik az iskolákból. Az a tanár, aki tényleg ebben tud foglalkozni, és teljes válszélessége, és nem tanítás már, de minden mellett. Én úgy gondolom, hogy ha ez megoldott az iskolákon belül, akkor sokkal könnyebb lesz programokat szervezni, nem csak nekünk, hanem bárkinek a városban. Ehhez pedig azt kell, hogy valahogy ez megoldódjon iskolákon belül. És bízom, hogy ezekkel azt a beszélgetés is, ha ezt a problémát ugyan nem is, de azokat a lehetőséget már feltárul, hogy milyen lehetőségek van egymás számára. Azt hiszem, ennyi.
Talán még én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy újszerű a dolog, amit csinálunk, és én azt gondolom, hogy nagyon sok türelem kell ehhez, és igazság, hogy mi tudjuk kivárni azt, hogy ezek a dolgok lepedjenek, hogy egyáltalán megfontolt döntéseket tudjunk hozni, mert azt, hogy kapkodunk, és mindig megyünk valami után, az legalábbis a pillanatnyi érvek után, én azt gondolom, nem sokra vezet. És ezek fiatal gyerekek, és nem mondhatjuk meg nekik, hogy viselkedjenek. Irányítani megpróbáljuk őket valamilyen szinten, de az látszik, hogy ez sok-sok türelem kell és idő, hogy ez valamilyen szinten eredményt hozza. Az idei évben milyen programokon vagytok már túl, és vannak-e még erre az évre valami különleges programotok vagy tervetek? 2001-es év nagyon-nagyon komoly pályázatírással kezdődött, gyakorlatilag január 31-től májusig folyamatos pályázatírásban vettünk részt, ami annyit jelent, hogy kb. 14 pályázatot adtunk be. Ebből mostanáig 7 pályázat nyert. Egyet újabb adtunk, most augusztus 31-el a Katonai Nagykövetséghez. Ennek az elbírása folyamatban van. Ez nagyon komoly erőt vett ki az egyesületből, gyakorlatilag az év első felében nem is igazán foglalkoztunk másról, csak avval megteremtsük anyagi feltételeit annak, amit később én próbálom megvalósítani, illetve a működési költséghez és egyébekhez próbáljunk pénzt szerezni. Tehát gyakorlatilag az első bő egy negyed éve vált át el. Márciusban volt egy március 15-ével kapcsolatos történelmi vetekedő. Májusban részt vettünk a gyermeknapokon, ezekre ajándékokat ajánlottunk fel, éppen részt vettünk a gyermeknapon. Szintén májusban volt az a kerekasztal beszélgetés, amire már említettem. Június első hetében nyitott a kávézó, aminek szintén az előkészítője az megint egy hosszadalmas munka volt. És júliusban volt az ökológiai tábor, de előtt talán ki volt többet. Ez egy hagyományteremtő szándékkal induló. Így volt meghívva, hogy nomád ökológiai tábor, hát a körülmények elég nomádak voltak, de én azt hiszem, hogy összességében egy nagyon jó hangulatú, jó kis tábornak sikeredett. Nem volt nagy létszámú a tábor, de ez annyiból szerencsés volt, hiszen mi is ezt most kezdjük tanulni, hogy kell egy tábort csinálni. Ettől függetlenül azt gondolom, maguk a programok tartalmasak voltak, és a gyerekeknek a visszajelzése azt jelzik, hogy nagyon jó néven vették ezt a tábor lehetőséget. Mi elképzelésünk az az volt, hogy adjunk lehetőséget olyan helyi fiataloknak, akinek egyébként nincs lehetőségük elmenni máshová táborozni. Az élet nem ezt hozta. Az élet azt hozta, hogy ezek a gyerekek nem jöttek ebbe a táborba, hanem az élet minden más oldaláról jöttek a gyerekek. Ez is egyfajta tanulság számunkra, hogy nem lehet ezt előre meghatározni, hogy ki fognak eljönni. A lényeg végül is az volt, hogy jól sikerült a tábor, a gyerekek jól érezték magukat, és azt mondták, hogy ha lehet, akkor jövőre is próbáljuk ezt a dolgot megszervezni. Arról, hogy milyen programok várhatnak, állnak az egyesület előtt, Lajos már az riport elején említette, hogy a jövő hét pénteken lesz a kerekasztal megbeszélés a városban dolgozó, ifjúsággal foglalkozó szervezettel, iskolákkal. Itt arról, hogy milyen programokat lehet szervezni a fiataloknak az iskolákkal együtt, illetve azzal párhuzamosan, illetve szeptember 13-án megtiszteli a várost, illetve az egyesületet dr. Dajs Tamás ifjúsági sportminiszter, és erre készülünk. Ez lesz egy nagyobb volumenű rendezvény. Itt szintén egy pályázat által elnyert programot szeretnénk megvalósítani, az ifjúsági sportminisztériumtól nyertünk sporttalan drog ellen. Ez a délután folyamán lesz, illetve délelőtt a Körösi Csoma Sándor gimnáziumban lesz egy fórum az ifjúsággal kapcsolatban a sportminiszter úrral. A elkövetkezendő programok még szintén nyertünk pályázaton, és ezt szeretnénk megvalósítani. Egy egész napos rendezvényt, ez is egy sportnap, amelyet a családoknak fogunk szervezni, ez október közepén várható, illetve szintén hagyományteremtő szándékkal volt tavaly évben a Mikulás szolgálat, és ezt az idén is szeretnénk megvalósítani. Emellett várható a minden hónapban a
iskolásoknak, illetve óvodásoknak a kedvezményes vetítés a moziban. Ezt tervezzük az évre, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Emellett természetesen még várhatóak olyan ötletek, amelyeket mások hoznak, és azt valósítjuk meg. Talán a Mikulás szolgálatot szeretnék egy pár gondolatot mondani. Nagyon kevesen látták át ezt, hogy miről szól ez a Mikulás szolgálat. Azt gondolom, az Egyesület életében nagyon fontos fordulópont volt. Nem igazából meghatározó, de nagyon fontos pont volt. Ez egy olyan program volt, amiben én először láttam azt, hogy szívvel, lélekkel csinálják az emberek. Maga a szolgálat az arról szól, hogy bejön valaki a moziba, rendel egy Mikulás csomagot, behozza, és a Mikulás kiviszi. És ezért kap valamiféle jutatás az Egyesület. Talán ez attól volt egy picivel több, mint általában egy ilyen Mikulás szolgálat. Egyébként is nagyon jó kapcsolatunk van a családsegítő szolgálattal, és mi azt mondtuk, hogy adjanak nekünk címeket, adjanak nekünk olyan lehetőséget, ők látják, hogy kik azok a rászoruló családok ebben a városban, akik megérdemlik azt, hogy egyébként a lehetőségét nem teszik lehetővé, hogy a gyerekeiknek ezt megengedhessék, és mi ezt önként ingyenesen felajánlva, gyakorlatilag ennek a szolgálatnak a bevételéből tettük ezt meg, azt hiszem, hogy több mint 10 családdal, 10 családra tudtunk ilyen csomagot kivinni, Tedejre és Hajdúnánásra. És ezek a pillanatok voltak azok, amikor a munka után, amikor megcsináltuk egyébként azt mondom, hogy a pénzes melót, amikor amiből megteremtettük a többi csomagnak a lehetőségét, és hogy 11 óra tájba bemenni egy ilyen családhoz. Azt gondolom, az egy olyan dolog volt, azokat a kikerekedett szemeket látni az ágyban, amikor gyakorlatilag az egy fantasztikus dolog volt. Ez volt az első olyan dolog, azt gondolom, ami úgy egyé kovácsol egy ilyen kis közösséget, mint az Egyesület. Én még talán Szintén Pistával azt csatlakozom, hogy idei programunkhoz, illetve a megvalósítása költ is még hátra van. Talán feltűnik az, hogy egyre több a sportprogram. Én úgy gondolom, hogy az Egyesület az elmúlt másfél évad megtapasztalta, hogy az épület adta lehetőségét is, és az egész talán az Egyesület és Ifjúsági-ház arcolat, tehát afelé kell formálni, hogy minél több sportprogramot szervezünk. És úgy gondolom, hogy ha meg lesz a lehetőségünk, akkor még inkább színesítenénk ezeket a lehetőséget, hiszen a Ifjúsági Ház és a kávézó, sok mindenkinek az volt az elvárása szerintem, és talán itt ért sok mindenki csalódás, hogy ez egy olyan hely lesz, mint bármilyen más helyen, csak annyi különbség, hogy nem lehet alkoholt fogyasztani, lesznek bulik, lesznek, nem tudom, hogy dínodálom, akármi tudom, és akkor közben csalódtak, mert hogy nem az. És ez a fajta csalódás szerintem mindig érződik az emberekben. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a tér, ez inkább való, inkább próbáljuk arra használni, hogy minden több sportprogramot szervezni belül és kívül, és egyáltalán, hiszen ehhez a közösséghez, amit a kávézó és maga az Ifjúsági Ház hoz, ez inkább való sportoláshoz, mint hogy bulikat szervezünk benne. Nekem talán még a 13-ával kapcsolatban lenne egy pár gondolatom, mert igazából nem. Szóval, hogy az emberek értsék, hogy miről szól ez a dolog és hogy mi lesz. Ifjúsági fórum lesz a Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban, ez a tervünk szerint 10 órakor fog kezdődni. Ide szeretném meghívni minden olyan a városban működő civil szervezetet, akinek fontos lehet az, hogy sport és ifjúság. Ez egy nyílt fórum lesz, ennek a fő témai körei az egyik az a készülő ifjúsági törvény, illetve így van megfogalmazva a második napi rendi pont, vagy illetve a témakör, hogy az ifjúság jövője vidéken, illetve kisvárosban. Illetve a harmadik az a sporttal kapcsolatos kérdésekre lesz lehetőség. Talán újításnak vagy talán érdekességnek el lehet mondani, hogy tervénk szerint SMS-en is lehet majd kérdéseket feltenni egyenesbe a miniszter úrnak. Aztán lesz egy, ez lesz a gimnázium épületében. 12:30-tól lesz egy kiállítás megnyitó. Ezt a miniszter úr fogja megnyitni. Ez egy drogellenes kiállítás lesz magának a mozinak az aulájában, és 2 órakor fog kezdődni maguk a sportrendezvények. Tervénk szerint ez egy falmászási lehetőség lesz, egy biztosítással. Akkor csocsó bajnokság lesz, illetve asztali tenisz bajnokság lesz. És ez a sportcsarnokban, vagy hol lesz ez megrendezés? Ez magában az a mozi épület, vagy a ifjúsági ház épületében. Minden a mozi épületben lesz akkor. Pontosan igen.